Egyértelmű többség elérésére törekszik a kormányzó Új Demokrácia párt a megismételt görögországi választásokon, hogy egypárti kormányt tudjon alakítani. Ehhez a szavazatoknak legalább a 40%-át meg kell szereznie, ami a májusi első szavazáskor sikerült is. A fő ellenzéki párt, a baloldali Syriza akkor mindössze a Voksok 21%-át kapta. Az Új Demokrácia szerintem meg fogja szerezni az abszolút többséget a 300 fős parlamentben, a Syriza pedig még kevesebb voksot fog kapni, mint májusban, mert a szavazói már nem hisznek a győzelemben. Véli Andreas Dimiotis politikai elemző, akit választási gurunak tartanak Görögországban. A kérdés most az, hogy a kisebb pártok közül hánynak sikerül bejutnia a törvényhozásba. Minél többnek, annál nehezebb lesz az Új Demokrácia dolga. Meglepetésre számítunk a kisebb pártok esetében. Talán 7 pártnak van esélye bejutni. A többieknek, köztük a szélső jobboldali pártnak szerintem ez a vonat már elment, mondja a politikai elemző. A választási kampány péntek este az utolsó nagy gyűlésekkel zárul. Az Euronews tudósítójának összegzése szerint a rövid kampányidőszakban az egyik fő téma a migráció volt, különösen a Pylosz partjainál történt tragédia után. Mint mondja, a gazdasági kérdések is heves vitákat generáltak, akárcsak a muzulmán kisebbséggel kapcsolatos ügyek.